több mint két évtizede, hogy az európai görögkatolikus püspökök évente különböző európai helyszínen találkoznak. Idén a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan Budapesten a görögkatolikus metropólia szervezésében tartják meg a püspökök találkozóját szeptember 4-e és 8-a között, melynek témája Eukarisztia és szinodalitás. Ezt a találkozó sorozatot Keresztes Szilárd görögkatolikus püspök kezdeményezte, és az első találkozónak Nyíregyháza Mária Pócs adott helyet 1997-ben. A katolikus egyházon belül több saját jogú, egyházjogi szóhasználattal élve sui juris részegyház található. Ezek mind teljes egységet alkotnak Rómával, de liturgikus formáikban, teológiájukban és egyházjogi gyakorlatukban különböznek. A találkozók célja, hogy elmélyítsék a püspöki egységet és elősegítsék a különböző keleti hagyományok megszilárdulását a kontinensen. Az előadások, megbeszélések, eszmecserék, de még inkább a testvéri közösség és a közös imádság mindig alkalom a remény és a szenvedés, a tervek és nehézségek megosztására, melyeket az egyes európai keleti katolikus egyházak élnek meg. Az európai keleti katolikus püspökök első találkozójának emlékére a következő percekben felidézzük a 24 évvel ezelőtt a Mária Pucsi kegytemplomban végzett záró, hálaadó szent liturgia néhány lélekemelő pillanatát. Világosságotok az emberek előtt, hogy látván jó cselekedeteiteket dicsőítsék atyátokat, ki mennyekben vagyon. Mindig, most és mindenkor, és örökkön örökké. Uram, Uram, tekints és nézd le a mennyből, és látvasd meg a te szűrős kertedet, amelyet a te kezed ültetett, és erősítsd meg azt. Legyen a szemeid mindenkor az emberek fiain, kiket megerősítettél.
Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa, most és mindenkor, s örökkön, örökké. Azokért, kik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Thank you.
szép igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Máté Evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk! Azon időben elmenvén Jézus két vakkövetőt kiáltván és mondván, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk! Mikor pedig hazaérkezett, hozzá menének a vakok, és mondá nekik Jézus, hiszitek-e, hogy ezt megcselekedhetem veletek? Felelik neki, igenis, Uram! Akkor illeté szemeiket mondván, a ti hitetek szerint legyen nektek, és megnyilának szemeik. Signore, infatti, non fa mai mancare a quanti non offrono la sua parola, che dà vigore e dà speranza. Siamo venuti sino qui, in questo tempio illustre, dove il popolo cristiano venera con tanta devozione l'icona della Santissima Madre di Dio. Ezen szent hajléknak boldog és örök emlékű alapító és jó tevőiről, és mindnyájatokról igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában. Mindig most és mindenkor és örökkön, örökké. Thank you.
A te egyszülött fiadnak irgalma által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos, elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Szeressük egymást, hogy egyetértőleg szentebb te egyszülött fiad és a te szent lelked. Szent vagy és legszentebb és magasztos a te dicsőséged,
ki világodat úgy szeretted, miképp egyszülött fiadat adtad, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ki eljövén és irántunk mindenütt gondozást betöltvén, azon éjjel, melyen átadatott, vagy inkább önmagát adta át a világ életéért, szent, tiszta és szeplőtelen kezeibe vevé a kenyeret, hálát adván, megáldván, megszentelvén és megtörvén, szent tanítványainak és apostolainak adá mondván. Vegyétek, vegyétek, ez az én testem, mely érettetek megtöredik a bűnök bocsánatára. Hasonló kép a kelyhet is, minek utána vacsorát mondván. Így adok ebből mindnyájon, ez az én vérem az új szövetségé, mely érettedek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Emlékezvén tehát ezen üdvösséges parancsolatról és mindarról, ami érettünk történt, a keresztről, síról, harmadnapi feltámadásról, mennybe menetelő jogkész felől való ülésről, a második és dicsőséges eljövetelről. Tiédet a tiédből néked ajánljuk fel, mindnyájunkért és a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával.